söprik az utcát, az utca söprők. Mennek egy lépés, söpörnek kettő. Egy lépés, két söprés, két söprés, egy lépés, egy lépés, két söprés. Lépés. Ah, na söprés, söpörnek kettő, mint a hányom. Még hozzá csíkos, csíkos, csíkos kardigánban. Súlyosan sepernek, sohasem pihennek. Súlyosan sepernek, sohasem pihennek. Há? Hányszor mondjam, hogy ne szemetelj? Há? Hát hiába beszélek, te szerencsétlen, ajajajajaj. Szemetelnek, 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 szemetelnek. Ó, szemetelnek, nehéz az életem. Söprik az az utca söprők. Mennek egy lépés, söpörnek kettő. Súlyosan sepernek, sohasem pihennek. Súlyosan sepernek, sohasem pihennek. Súlyosan sepernek, sohasem pihennek. Tiszta az utca, tiszta az utca, az utca tiszta, tiszta, tiszta kosz. Hát szép jó estét kívánok mindenkinek! Ezzel a Hofi Malek Szenes Iván szerzeménnyel próbáltam úgy hozni, ahogy tényleg a tartalomhoz illik. Egy picit a kamera helyzetén változtatnék, mert most hozzátok szólok. Ezt csak azért csináltam így, hogy tényleg látszon a kezem is. Sziasztok! Próbálok mindenkinek így visszaintegetni. Miért is hoztam ezt a nagyszerű szerzeményt? Bocsánat, csak közben próbálom beállítani a kamerát. Hát ez még kicsit olyan amatőr, ez a kamera helyzet dolog, de meg fog oldódni, majd szépen lesz ennek egy ilyen állvány. Hát ugye minden nem lehet tökéletes, gyerekek, de örülök, hogy itt vagytok. Nagyon-nagyon örülök ennek. Úgyhogy söprik az utcát, de nem a Pápai utcát. Megmondom őszintén, hogy ennek a dalnak valamikor volt egy ilyen kis politikai indítatása, de azt most hagyjuk. Azok az idők már elmúltak, most már más időket élünk, más problémák vannak, de nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani, nem? Nem így vagytok vele, hogy nincs az a probléma, amit ne lehetne megoldani, és ez egy elég kényes téma. Nem azért, mert söpörte meleget, söpörjön már más is, hanem azért, hogy mindenki a maga háza táján söpörgessen, söprögessen, nem? Amikor megkérdezik tőlem, sokszor ugye a hajam égnek tud állni, hogy mivel foglalkozol? Hát én arra azt szoktam válaszolni, legszívesebben azt válaszolnám legtöbbször, hogy a magam dolgával, gyerekek. Én a magam dolgával foglalkozom. Én akkor foglalkozom a más dolgával, amikor ő esetleg tanácsot kér. Nem így lenne a normális dolog?
Olyan csúnya dolog pletykálni. Úgyhogy olyan csúnya dolog pletykálni, szerintem ez nagyon-nagyon csúnya dolog, de divatos dolog pletykálni, meg lehet, hogy jó dolog, izgalmas dolog, de szerintem nem egy helyén való dolog, de ez csak az én véleményem. Nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek, kommenteljetek, ha nem probléma nektek, azt is írjátok oda, hogy honnan vagytok. Köszönöm a bizalmat. Bár nagyjából így, akik fönt vannak, tudom, hogy hol tartózkodtok, de akkor is, hogy tényleg lássák az emberek, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, egy közösséget alkotunk a Facebookon belül is, ez szerintem egy jó dolog. Úgyhogy egy kis történettel készültem nektek, hogyha nem bánjátok. Úgyhogy mindenki törődjön a maga dolgával, és ha nem haragusztok, illetve nem haragszotok, ezt olvasom most innen a képernyőről. Nagyjából tudom a történetet, de egy lóról és egy disznóról szól. Közben így próbálok visszaintegetni. Arról szól, hogy egy gazda, egy parasztember vett egy igáslovat. Gyönyörű állat volt, képzelt el. Jó sokat is fizetett érte. Ám egy hónap múlva a ló megbetegedett, lábra se tudott állni szegény. A derék ember elkeseredve kihívta az állatorvost, aki azt mondta, hát a lovának egy súlyos vírusos megbetegedése van, 3 napig ezt a gyógyszert kell szedni, amit fölírtam, uram. Úgyhogy így álljon a dologhoz. Remélem, hogy meg tudom menteni a maga állatát, a maga lovát. Úgyhogy a 3. napon eljövök, és ha nem javul az állapot, akkor sajnos le kell lőni. Na most figyelj, most jön a lényeg. Az istállóban lévő disznó meghallotta ezt a beszélgetést. Az 1. nap után minden változatlan volt, a ló állapota nem fordult jobbra. Oda ment a disznó a lóhoz, és így szólt. Na gyerünk, barátom, kelj fel, állj lábra! Sajnos nem történt meg a dolog. A 2. nap se javult a ló állapota, nem hatott a gyógyszer. Na gyerünk, barátom, kelj fel, mert ha nem, akkor meg fogsz halni! Figyelmeztette a disznó a lovat. A 3. napon is beadták a lónak a gyógyszert, de sehol semmi nem történt. Az állatorvos megérkezett, ránézett a lóra, és lemondóan így szólt. Hát, uram, sajnos nincs mit tenni. Meg kell öljük a lovat, mert megfertőzheti az összes többit is. Meghallotta ezt a disznó, és lélekszakadva rohant a lóhoz. Hely, testvér! Megjött az állatorvos, véged van! Kelj fel, most vagy soha, amíg nem késő. Gyerünk, gyerünk! A ló horkantott egyet. Feltápászkodott, és elkezdett lépegetni, aztán majd szaladni. Erre elkiáltotta magát a gazda. Csoda történt, gyerekek! Csinálunk egy bulit! Lakomázzunk! Levágjuk a disznót! Ebből mi a tanulság? Mindenki foglalkozzon a saját dolgával, mert jobban jár. Hát szegény disznó, ő csak jót akart, és látod, hogy mi lett belőle. Úgyhogy remélem elgondolkodtattalak ezzel a történettel. Nem mindenki szereti, hogyha belepiszkálnak a saját dolgába. Én soha nem szerettem. Nem tudom, te hogy vagy ezzel. De ez egy aranyszabály. Mindenki söpörgessen, illetve söprögessen, a saját házatáján, közben visszaintegetek nektek, olyan aranyosak vagytok. Sziasztok! És akkor gyertek holnap is. Holnap lehet, hogy nem este fogok bejelentkezni, sőt, több, mint valószínű, mert dolgom lesz. Ugye a kora délutáni órákban, de lehet, hogy délelőtt, úgyhogy gyertek holnap is. És akkor majd zárjuk le ezt a kis esti beszélgetést. Úgy micsoda bénázgatok itt a kamerával, gyerekek. Hát ne haragudjatok, ez nem sikerült valami profil ez a mai videó, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy súlyosan se pehnek, sohasem pihennek, súlyosan se pehennek, sohasem pihennek, ők, tiszta az utca, tiszta az utca, tiszta az utca, tiszta az utca, az tiszta, 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 tiszta kosz. Oh, oh, oh.
további szép estét, sziasztok! Köszönöm, hogy itt voltatok.